Cifra György zongora művésznek a születésének a 100. évfordulójára készítjük ezt a falfestményt. Most Budapesten vagyunk a Battyányi téren, pontosabban a Hév végállomásán, ami egy nagyon-nagyon-nagyon forgalmas pontja a városnak, és igazából ez már egy ilyen régóta dédelgetett álom volt, hogy itt lent az aluljáróban hatalmas felületek vannak, és hogy itt tudjunk valamit festeni. És most ez fog megvalósulni. A felület az 12 méter hosszú és 4 méter magas. Egy nagyon központi helyen lévő felület, aminek köszönhetően remélem, hogy nagyon sokan fogják látni, akik esetleg azt se tudják, hogy ki az, hogy Cifra György, és akkor ezzel felkeltjük egy kicsit az érdeklődés. Ez alapvetően egy fekete-fehér kép, de rengeteg szürke árnyalat van benne. Úgyhogy a kivitelezésnél nyilván, ami nehézséget fog okozni, illetve kihívást jelent, az a karakternek a megfestése. Tulajdonképpen két részre lehet felosztani ezt a teljes képet. Lesz magáról, Cifra Györgyről egy kép, egy fotó megjelenítés, amikor éppen zongorázik, illetve lesz egy tipográfiai része, ahol a nevét tüntetjük föl, illetve a születési, illetve halálozási dátumát, illetve zongora billentyűzetek, és ez így egy komplex képet fog majd kiadni. Nagyon sokat töprengtünk azon, illetve nagyon sok képet keresgéltünk, illetve néztünk meg, amit jól tudnánk használni, és ami úgy Cifra Györgyre is úgy jellemző. Ez egy picit nehézkes volt, mert elég kevés olyan fotó maradt fent, illetve amikkel mi találkoztunk, ami ezeknek a feltételeknek megfelelt volna, de egyet viszont találtunk, ami nagyon jó, és ezt fogjuk használni. Ugye ezt, akik a Cifra évet szervezik, ők biztosították számunkra ezt a fotót. Ha jól tudom, nem volt egyszerű elérniük azt, hogy tudjuk használni, de végül is sikerült, úgyhogy meglátjuk majd, hogy milyen lesz a végeredmény.